Jó estét kívánok, aktuális című magazinunkat látják. Néhány napja mutatták be és helyezték üzembe a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóságnál az új e-kerékpárokat. A témában Tirják László igazgatóval beszélgetek. Üdvözlöm. Üdvözlöm én is önt és a kedves hallgatókat. Mielőtt magára a programra, illetve az eszközök nyújtotta lehetőségekre rátérünk, kérem mondja el, hogy mi is az, hogy e-kerékpár? Ugye a e-bike, én inkább az e-bike-ot használom, mert ez is akkor így megtévesztő, hiszen azt gondoljuk, hogy egy kerékpárnak valamilyen változatáról van szó, mert egyébként ránézésre úgy tűnik, hogy valóban. De ez egy teljesen más típusú eszköz, tehát nem az az elektromos kerékpár, amit megveszünk, föltöltünk és megyünk vele 30 kilométert, hanem ennek van egy nagyon stabil, kiegyensúlyozó rendszere, és rásegít, tehát a benne lévő elektromosság rásegít a kerékpárnak a mozgatásánál, vagy amikor tekerjük a pedálokat, ami azt jelenti, hogy a kerékpározásnak ugye három nagy ellensége van, ha elmegyünk kerékpározni. Az egyik, hogyha jön egy jó erős ellenszél, a másik, hogyha egy emelkedőnkön fölmennünk, a harmadik meg, hogyha esetleg sátorozni megyünk, és hátul a csomagtartón még fölraktunk 25 kg cuccot, akkor az a harmadik. És ez a rendszer azt tudja, hogy ugyanolyan energia befektetéssel tudunk fölmenni az emelkedőn, tudunk gyakorlatilag ellenszélbe is kerékpározni vele. Tehát úgy van kiegyensúly, hogy az ember az energiát, amit belefektet, az mindig egy ilyen bizonyos fok, hogy nem izzad le a kerékpározástól, és ez szép, amikor lefelé megyünk, visszatölt maga a rendszer, és ezt is tölteni kell egyébként, de egy sokkal nagyobb hatásfokot jelent, tehát az, aki megy, az sokkal kényelmesebben kerékpározik, ezért részben másról is szól. Másrészt ez új lehetőségeket is megnyit, hiszen mondjuk aki kerékpározik, én is szoktam kerékpározni, de ilyen 60-70 kilométer fölött azért az már az én koromban az nehéz műsor. De hogyha valaki például ilyen kerékpárt használ, hiszen ha Nyugat-Európában járunk, akkor azt látjuk, hogy pont a idős korosztály, aki nincsen már olyan fizikai állapotban, hogy ellenszélbe emelkedőn élvezze a kerékpározás örömét, akkor egy ilyen kerékpár hozzásegíti ahhoz, hogy még akkor is tudjon a környezetben, a természetben nem 50, hanem akár 80-90 kilométert is megtenni. A Nemzeti Parkot mi segítette hozzá, hogy be tudja szerezni ezeket az eszközöket? Alakult néhány évvel ezelőtt egy aktív ökoturisztikai fejlesztését szolgáló kormánybiztosság Révész Máriusznak a vezetésével, ami azt jelenti, hogy a turizmusnak egy aktív ágát ölelték föl, és mi nagyon szoros kapcsolatban vagyunk velük, hiszen a kerékpározás mellett csak hagy húzom alá, hogy például a túrázás, tehát az országos kék túra, az alföldi kék túra, vagy a Dél-Dunántúli Rockenbauer Park kék túra, ez mind-mind ő hozzájuk tartozik, és ugyanúgy mi is népszerűsítjük, és ennek is egyébként, mint ahogy pont most hétvégén lesz egy ilyen országos program is, például ezt a túrázást is ugyanúgy támogatják, ugyanígy a kerékpározást, és minden mást, ami ehhez kapcsolódik, a vándortáborokat, az erdei táborokat, és ugye nekünk lehetőségünk van hozzájuk fordulni különböző anyagi forrásokkal, hiszen van nemzeti parkol turistaházatnak a megépítésébe segítettek bele, és az ő programjuk keretében most minden nemzeti park kapott egy bizonyos kontingenst, 15 kerékpárt kaptunk, mindegy 13-14 millió forint értékben, és pont azzal, hogy egy hiányzó szegmensét a kerékpár turizmusnak be tudjuk tölteni, hiszen kerékpár kölcsönzék most is van, de visszatérve az előbbi gondolatra, ez azt is lehetővé teszi, hogy mondjuk egy idősebb szülő, nagyszülő az unokával együtt tudjon menni, hiszen mindegyiknek lehetővé teszi azt, hogy kényelmesen, jól és komfortosan tudja bejárni a természeti értékeik, ami a körösök mellett egyébként különleges jelentőséggel bír, hiszen meggyőződésem, hogy Magyarország egyik legszebben kerékpározható és természetes tája. A nemzeti parkok tekintetében nyilvánvalóan fontos az, hogy egy-egy eszköz környezetbarát legyen. De hogy itt említette néhány gondolatban, hogy azért egy kicsit többet vagy más jellegű szolgáltatást tud nyújtani ez az e-bike, ahogy ön nevezte. Mennyire törekszenek arra, hogy mindamellett, hogy ezek kölcsönözhetőek és egyénileg igénybe vehetőek, mondjuk szervezett túrákat építsenek akár
ezekre a kerékpárokra? Természetesen először talán azt, hogy mondjam, hogy mi az új lehetőség. Az új lehetőség ezeknél az e-bike-oknál az, hogy az előbb említette, hogy minden korosztály kerékpározni tud, a másik pedig, hogy nagyobb hatótávolságokat tudunk bejárni, és csak példaként említsem, hogy ugye van nekünk egy központunk Szarvason, ott kerékpár ülünk, és végigmegyünk a hármas körös, aztán Hortobágy, Berettyó mellett Ecsekfalván, és megérkezünk Dévabányára a Tuzokvédelmi látogatóközpontunkba, ahol szintén megszállhat a vendég, majd utána elindul, és a sebes körös mellett fölmegy egészen Körösladánytól, akár Körösnagyharsányig, és ott van Bihari Madárvárta, ahol szintén meg tud szállni a vendég, visszafelé meg ugyanez a kettős körös mellett Békés és Szarvas, és ez lehetővé teszi, hogy ezt a túrát kényelmesen bárki megtehesse, és eddig erre nem volt lehetőség és nem volt mód. Hiszen, mint ahogy mondtam is, hogy azért fizikai állapottól függően, hogy ki mennyit tud kerékpározni nagy nap, de ez így minden korosztály számára lehetőséget biztosít, és itt jön be a Nemzeti Parknak az aktív bekapcsolódása, mint ahogy most folyamatosan meghirdetett túráink is vannak, de a jövő év lesz ebből az igazi, hiszen azért most még a hétvég a szép napsütés lesz, és remélem mindenki kiélvezi a természetet, de hát utána meg fog jönni azért az ősz, jönnek majd az esők, és az már nem igazán a kerékpározásnak lesz az időszaka, de jövő évtől minden héten legalább két meghirdetett túránk lesz, ami azt jelenti, hogy szakképzett kolléga vezetésével bárki jöhet, megmutatjuk a növényeket, megmutatjuk az állatokat, megmutatjuk a tájértékeket, és ilyen csomagba bekapcsolódhatnak, és egyébként a honlapunkról, vagy Facebookról is folyamatosan az érdeklődők tudják követni ezeket a lehetőségeinket. Ha jól tudom, túl vannak talán az elsőn, október 3-án volt. Milyenek a tapasztalatok? A szerencsénk volt az, hogy jó idő volt, és napsütés volt most szombaton. Alsó Némediből érkeztek vendégek, ami azért is érdekes, hogy arra gondoltuk, hogy majd innen, onnan, amonnan a közelből, de valójában távolabbról érkeztek a vendégek. Műszakilag teljesen rendben volt minden. A túrát a kollégám vezette, tehát előtte azért ő fölkészült, és nem csak úgy, hogy ilyen felületesen, alaposan végig gondolva, hogy akkor tematikájában is egy ilyen 5 órás túrát hogy lehet végigvinni, és a látogatóinknak azt tudom mondani, hogy mindenki elégedett volt, jól érezte magát, és egy csodálatos napot töltött velünk, úgyhogy én ezeket mindenkinek tudom ajánlani, hogy vezetett túráinkra jöjjenek el, és vegyenek részt rajta. És ha már a vezetett túrákról van szó, ugye néhány gondolatban említette, hogy az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ segítségével érkeztek ide önökhöz is, illetve az összes többi nemzeti parkhoz is ilyen jellegű kerékpárok, de emellett kiemelt cél, akár az elkerékpár programban, akár pedig ugye pont ennek a fejlesztési központnak a célja az aktív turizmus fellendítése. Mik a tapasztalatai önöknek, hiszen feltételezem azért önök találkoznak legtöbbet túrázókkal, hogy ez egyre népszerűbb lehetőség ma az emberek kikapcsolódására? Természetesen egy rendkívül fejlődő ágazatról van szó. Itt, ha csak nyugat-európai példákra utalok, hogyha most például felugránk egy kerékpár, és kimennénk Bécsbe, és körbe mennénk az alsó rakparton, meg a Bécsi Operánál, megdöbbennénk rajta, hogy mennyien jönnek-mennek kerékpárral, és ugyanez Németország, és nem is akarok a Benelux államokra utalni. Tehát ez mindenki, az egészséges életmódnak van egy rendkívül nagy jelentőségű fejlődése, mindenütt, így Magyarországon is, és a mi tapasztalataink egyébként pedig az, hogy egyre többen jönnek hozzánk olyanok, akik egészséges életmódba gondolkoznak, a mindennapjaikat itt az elfogyasztott ebédtől kezdve a egészségesen végiggondolt életvitelig, ami környezetbarát, azok aktívan belekapcsolják magukat, és jönnek túrázni, végülnek a tanösvényeinken, kerékpároznak, és ez mind-mind egy élő és folyamatosan fejlődő igény, és amellett egyébként, hogyha most csak el is vonatkoztatunk a Nemzeti Parktól, akár itt a Békés Csaba város környékén is, ha valaki kimegy, hogy hányan kerékpároznak Vesze irányába, Doboz irányába, Békés irányába, vagy hányan jönnek, mennek, futnak a élővíz csatorna mellett, az évről évre fokozatosan nő, és ez igen, tehát ez mindenkinek ma már egyre inkább beleilleszkedik a mindennapi életében. És ha meg nem vonatkoztatunk el a Nemzeti Parktól, akkor mindenképpen ez egy akár kiaknázható lehetőség is. Ugyanakkor nyilván önöknek az elsődleges feladata az az, hogy megvédjék a természetes környezetet. Hogyan lehet összeegyeztetni a túrázók
egyre nagyobb tömegét azzal, hogy egyébként olyan területeket nézzenek meg, amelyek védettek, amelyekre kifejezetten figyelni kell. Először is el szeretném mondani, hogy az elmúlt 30 évben, mióta én itt vagyok a Nemzeti Parknál, közel 30 éve, minden megváltozott, nagyon sok minden másképp lát. A Nemzeti Parkban a mai látogatóinknak a döntő többsége az eleve úgy jön be, hogy tudja, hogy nem lehet zavarni a madarakat, és azt kérdezi tőlünk, hogy mit tehetünk. És 30 évvel ezelőtt az volt, hogy ilyen piros táblákat tettünk be, hogy mit nem tehetünk. Tehát a világ ebből a szempontból rendkívül nagyot változott, és ezért hozzánk látogatók is másképpen közelítenek. Ezért nekünk rendkívül jó és szerencsés ebből a helyzetünk, de a kérdésére konkrétan is válaszolva, nyilván olyan helyeken alakultunk ki például tanösvényeket, hiszen mind Jász Nagykunszolnok, mind Békés, mind Csongrád megyében vannak tanösvényeink, ha valaki kimegy oda, el tud tölteni egy napot kellemesen, és ott nem zavar semmit, és mindent lát. Tehát látja az erdőt, látja a mezőt, látja a madarakat, látja a növényeket, és mindent megismer, és ezt oda összpontosítjuk, ahol nem zavarja, még akár ha nagy tömeg sem lesz. Emellett pedig a nagy tömegnek a kezelésére, például a Kardoskúton is, azt jelenti, hogy például, hogyha most jön a daruvonulás, nem sokkal, néhány hét múlva megérkeznek már a daru csapatok is, akkor ott hétvégén végül is tömegesen jönnek, már mennek az emberek, és igen, ott a kollégáim azok kín vannak hétvégén, és nem azért vannak kín, hogy most megbüntessenek valakit, aki bemegy a Fehér tóhoz, hanem hogy elmondják, hogy jön Skandináviából ez a madár, és megy le Marokkóba, és most itt mit csinál nálunk, mivel tölti az életét, röpülő daru családból, melyik a fióka, melyik a szülő, melyik az apa, és hát valójában erre. De nyilván azt is hozzá kell tennem, hogy sajnos azért van néhány ember, aki mint hogy az egyéb jogszabályokat és a törvényeket is megsérti, és beáll mondjuk egy mozgáskorlátozott parkolóba, azért az nálunk is jelentkezik, és ott igen, ottan szigorúan kell eljárnunk ezekben az esetekben, de egyre kevesebb. És akkor végül, hogyha ajánlana néhány programot, ugye említette, hogy elsősorban azért jövő évre tervezik ennek a e-bike-nak a bemutatását olyan tekintetben, hogy talán akkor sokkal több túra lesz, hiszen nyár-tavasz itt lesz, és akkor lesz az ideje, de azért ősszel is készülnek, mivel készülnek? Az őszi időszak az a madárvonulás kiemelt időszaka nálunk, tehát például most hétvégén volt az Európai Madár Megfigyelő Nap, amikor viszonylag sok vendégünk volt Biharugrán, ahol a kollégám végigvezette és megszámolták, hogy hány nyári ludat, nagy liliket, cigányrécét, tőkésrécét, stb. Láttak. Tehát vannak a biharugrai programjaink, ezt mindenki, hogyha megnézi a honlapon, akkor válogathat, hiszen ott a vezetett programjaink is vannak, és itt jön a Kardoskút, amit az előbb említettem, hogy érkeznek a pusztai madarak, és már most is egyébként rendkívül nagy élmény, hogyha valaki néhány órát kint tölt a Fehér tó környezetében, hiszen ott szabadon mindent láthat, ha vitt magával egy távcsövet, és tájékozódhat, és hát emellett nyilván a Körösvölgyi Állatpark, aminek 1000 arca van, és azok az állatok, hiszen pont most lett vége a szarvasbőgésnek, és mint hogy bőgtek a mi gimbikáink is az állatparkban, az mindig a őszi különböző képét mutatja, hiszen most kezdnek sárgulni a levelek, és ha valaki az Annaligetbe egy könnyű sétát tesz, az mindenkinek ajánlható bármelyik időszakban, és hát emellett mind azt is föl szeretném hívni a figyelmet, hogy a meghirdetett programjaink mellett vannak lehetősége egyébre is, tehát hogy iskolai csoport vagy egy nagyobb baráti társaság jelentkezik, akkor különböző vezetett túrákat minden időszakban tudunk biztosítani, hiszen van olyan időszak, amikor éppen mást lehet látni, és állnak a kollégáim teljes szakértelemmel, és megfelelő képzettséggel, és udvariasan, és szeretettel várja vendégeket a Nemzeti Parki munkatársak. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!